Üdv frepperek, naplopók! Szeretnék reagálni az egyik kedves nézőmnek a levelére, amit az APSP01-es szolárpanel komment szekciójába írt. Ebben azt állította ezekről a szolárpanelekről, valószínűleg a saját tapasztalatát, tehát ez írta is, hogy nem ezt a típust használja, de azt állította, hogy ezek a szolárpanelek jó, hogyha 3-4 wattot tudnak, nem pedig 21-et, és ezzel kalkulálva egy 10.000 mAh-órás powerbankot legalább 4-5 napba telik, míg föltölti ez a szolárpanel. Ha tévedett itt az adatba, akkor elnézést kérek, de valami ilyesmi volt az állítás, tehát nem túl kecsegtető valóban, ha ilyen kicsi a teljesítménye. Ezért úgy döntöttem, hogy az APSP01-es szolárpanelt most le fogjuk tesztelni. Azt mondja, 11 óra 52 perckor fölrakom töltőre, itt a lakókocsim mellett. Nos, jelenleg egyébként itt a 100 wattos flexibilis szolárpanel is kint van, éppen napozik, ami különben a Alpowers S 2000 Pro típusú Power Station-jét tölti. Most jelenleg a bejövő feszültség az 66 watt, tehát a 100 wattosunk 66 wattot fog ebben a szögben, ami azért nem olyan sok, de nem is kevés. És itt van ugye a APSP01-es kis camping szolárpanelünk, és kihoztam hozzá egy kapacitásilag egy 16.000 mAh-órás powerbankot, ami, ha megnézitek, be tudom kapcsolni a kijelzőjét, és itt az árnyékban esetleg látszik valami, de nulla 0%-on van, hát pont igazából le látszik, hogy 0%, és ugye USB-C-n keresztül fogjuk tölteni, mert hogy az APSP0-nak van egyszer egy USB-C csatlakozója, és van egy USB-A csatlakozója is. Na hát mi a C-re fogjuk bedugni. És azért jó klassz ez a kis készülék, mert kifogja nekünk az aktuális töltési feszültséget is adni. És jelenleg én egy kicsit optimálisabb szögbe fogom beállítani. Talán egy kicsit lazábban fogom megdönteni. Hát nyilván így már nem fog a bentinek 66 wattot leadni, de annyi baj legyen. Itt most jelenleg ebben a beesési szögben, és nem tudom, majd megpróbálom a videót majd úgy szerkeszteni, hogy látszódjon, hogy 11,5 volt, 1,1 amper. Tehát már megdőlt ez a dolog, hogy 4-5 watttal képes tölteni. Jelenleg látható, hogy a nulla világít. 0%-on van. Hát most itt fogjuk hagyni. Most az idő 11 óra 56 perc, és kíváncsi vagyok, hogy délutánra, ami mondjuk 4-5 óra, hány százalékra sikerül ezt a 16.000 mAh-órás kis powerbankot, ez a PB65-ös kis powerbankja az Alpowersnek. Én nagyon szeretem egyébként, a 100-as az még jobb, ez azért 65-ös, mert 65 wattot képes magából kiadni, tehát akár egy laptopot is meg lehet táplálni 12 volton, úgyhogy a 100-as az ugye meg 100 wattot tud. Na, jövünk vissza délután, és megnézzük, hogy hány százalékig sikerült föltöltődnie. Reméljük, hogy ilyen szép napos idő lesz, úgyhogy jövünk is hamarosan. Nos, a pontos idő, most jelenleg 12 óra 49, ide eldugtam, hogy ne a tűzőnap ne érje a powerbankot. Na nézzük, hogy mit mutat. Jelenleg 11,5 volt, 1,2 amper, és a 16%-os töltöttségem van a powerbank. Na hát, töltődjé. Na jövünk még. Újra csekkoljuk le, most már igencsak oldalt áll a naphoz viszonyítva, tehát ha megnézitek, szinte már csak oldalról kapja a fényt. Hát én szerintem már ma lezárhatjuk ezt a töltés sztorit, hogyha ugyanebben a szögbe állunk. Még így is van jelenleg
11,5 volt 0,6 amper, és 75%-on van a powerbank. 75%-on, ugye a 16.000 milliamper óra. Ebben az esetben akkor kérném, hogy írjátok meg, hogy hány a watttal töltött most jelenleg ez a solar panel. Ja, még az időt azt elfelejtettem mutatni, mondani. 17 óra, 2 perc van. Tehát ennyi idő telt el. Hány watttal töltött a solar panel? Írjátok meg kommentbe. Köszönöm szépen a figyelmet. Ha tetszett a videó, akkor egy lájkot feltétlen nyomjatok. Ha nem vagytok feliratkozva, akkor pedig tegyétek meg.